Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, mai ünnepen ünnepeljük Dunk Szent András áldozatok és társai birtokokat. Ugye nekünk ez egy nagyon messzi dolog, mert birtoki birtokról van szó, de van egy érdekesség. Magyar tartományban voltak prédikátoraink, akik misszióban töltöttek egy időt. Többen lettek Kínában, ott tanítottak a teológiára, teológusokat. Érdekességként volt egy prédikátorunk, egy nem volt pap, de testvér volt, aki később átkerült Kínából Vietnamban. Ő volt az első, kb. 5 pap közül az egy, 5 pap ment, ő mint testvér, és ott működött egészen haláláig. Ez a vietnami tartomány van egy érdekességgel van, hogy ma több félhoz szeminárium, több mint 100 kis pap van nekik. És érdekesség, hogy sokan az ott lévő atyák, már benszülött rendtársak, vietnami lazaristák mindig nagyon szépen visszaemlékezték a testvérünkre. És sok emlék van róla. Elsősorban mindig megemlítették az ő jóságát és szeretetét és közvetlen emberi kapcsolatot is. Miért ezt mondom én személyesen, hogy egy évvel voltam Vietnamban valamikor egy hivatalos ügy miatt. És mikor megtudtam, amikor avval köszöntöttek, hogy ő a második, aki Magyarországra jött ide, de ahogy szíve szól nekem, az a vietnami bértalok is, nagyon egy érdekes egyház és egy érdekes világ. És az is számunkra és az Isten számára, ez a vietnami tartomány valahol az van vonzó, vagy inkább mondjuk így érdekes, hogy nagyon kevesen tudnak, ha egyáltalán valaki tudja, hogy jövőről már soha nem került vissza, soha. Úgy mentek misszióba, és nem kell képzelni, hogy úgy elhagytak a magyar hazájukat, hogy ők már tudtak, hogy soha nem jönnek vissza. 1950, mikor jött, az megszüntette minden, és ő ugyanúgy Kínából 1950-ben átkerült utána a Vietnamba. És Vietnamból is kellett átmenni a Tajvanra, hogy ők is mindig utaztak, mindig kínoszták őket, ugye, hát azért nem akkor voltak, vagy testvérek voltak. Hát ez egy számomra nagyon fontos visszaemlékezés, és jóval tudunk, hogy valahol ezt a kis tartományt, mert nagyon erős, a vietnami rendtársa nagyon sokan vannak, ott is dolgoznak, itt nagyon szerény, nagyon nehéz körülmények között, hogy ott is dolgozott egy magyar lazarista. Testvéreink is kérjük meg velük ismeretünket, őszintén bánjuk meg bűnénket, hogy méltóképp ünnepelhessünk az Úr Szent titkait. Urunk Istenünk, Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy félérért ugye 2 verebet adnak, és mégsem hull a földre, egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek, hát sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvallja az emberek előtt, én is megvallom őt, atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt, atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ez a többször egy mondatot elmondtam, ami arról hangzott, hogy a pokol, vagyis az a hely,
embernél sokszor ezt a nehézséget találkozunk, hogy nem tudok megbocsájtani. Több volt egy ismerős nővér, aki még kommunizmus alatt dolgozott egy kórházban, és ugye mivel tudták, hogy nővér, akkor legnehezebb osztályra került, és ő mindig ügyelt arra, hogy a betegek mindig szentségekre legyenek látva. És titokban éjszaka, amikor éjszakás volt, akkor volt egy tisztelendő úr, akit mindig hívta, hogy atya, jöjjön gyorsan a kórházba, és hátsó bejáraton beengedte, fölment, és akkor így elment a beteghez. És sokszor említett nekem, hogy megmaradt az emlékeimbe, hogy volt egy betege, aki szó szerint nem tudott meghalni. És van küszködött heteken keresztül, mert az orvosok is nem tud meghalni az jó ember. És egyszer tudni, van egy érdekes dolog az ember életében, amikor az ember nem tud megbocsájtani. Amikor az ember képtelen megbocsájtani, vagy ezt a fájdalmat a szívében és a lelkében hiszi, hogy én úgysem fogok megbocsájtani. És komolyan ez most tisztán őszintességgel mondom, mert nagyon nehéz sokszor az emberek, akik nem tudnak megbocsájtani. Vagy neheztelnek, vagy bármilyen másoknál fogva, ugye nem tudnak valahogyan kibékülni a saját életükbe és a lelkükbe dolgokban, ami történnek. Az emberi életnek a titka, hogy szeretetre voltunk teremtve, végül is minden állapot, amiben élünk, önök úgy megnéznek a családi életet, én mikor nézem a papi életet, vagy ha vannak szerzetes testvérek, vagy szerzetes nővérek, ez az állapotbeli hivatások is, ez nem egy munkahely. Az én teendőm nem munkahely. A családi élet az nem munkabrigád, ugye, ahol az édesanyák dolgoznak, és ugyanúgy az édesapák, de ez egy életnek a folyamata, élet, ami ugye adja magát. És azért például sokszor hangsúlyoztam, hogy ahol nincs szeretet az emberek között, ott nagyon nehéz lehet az élet, és mindig nagyon nehéz az élet. És természetesen ezt a nehézséget úgy mi megérezzük, különösen akkor, amikor vagy jön a harag, vagy jönnek az emberi problémák, és sokszor családokon belül, kívül, az egyházközségekben is létrejöttek ilyen problémák, és sok minden más. És ugye én azt látom, hogy ez mindig ember hozzáállásának a problémája, egyrészt másrészt megint az, hogy valahol az embernek a szíve is, a lelke nem tud kibékülni. És ezért az Úr Jézus nagyon hangsúlyozza nekünk, és ha sokszor beletekintjük a Szentírásba, akkor próbáljuk a Szentírásból kivenni a szeretetnek a tartalmát. Ha kivennénk ezt a szót, hogy szeretet, akkor nem marad abban a Szentírásban szó szerint kiüresedik. Nem lesz benne semmi. Jézus mint jótékony ember lesz, jótékonykodik, eteti, törődik, csinál, dolgozik. Jézus mint ember szerető. És sokszor az ember csak egy ember szeretet akarnak látni a Krisztusban, aki jót tesz a másoknak. Adott nekik enni, törődött velük, vagy sokszor meggyógyította, visszaadta az életet, és ilyen dolgokat megtesz, ugye egy jó tettő. És ő ilyen, ez elgondolás szerint úgy jó volt vele, mert ő törődött az emberekkel. Az Úr Jézusnak a küldetése nem arról szól elsősorban, mert csak hogy megetette, vagy megitatta, vagy talán törődött, vagy betegeket gyógyított, de elsősorban ennek az élet küldetését ugye keresztre feszítve kiengesztél minket, és adjon nekünk bűnbocsának szentségét, ami által mi is bűneinknek, a életünknek a bűnét meg tudjuk ki, úgy szépen megmondva, hogy
visszakapjuk azt az eredeti állapotot, amit elveszítünk a bűneinkön keresztül. És ez nagyon fontos dolog, mert az emberek nem csak a szeretetről beszéljenek, de a szeretet azért áldozattal jár. Én nem tudom, hogy önök éreznek-e vagy nem, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a szép szavak, de az áldozattal is jár. Ugye? Azért érzük azt, hogy ez sokat bele kell tenni az ember életébe, hogy az a szeretet jelen legyen. És sokszor kell, hogy otthon is ugye néha csendben legyünk, ne legyen háború, néha kell, hogy finoman hozzászóljunk, nem tudunk beszélni, kommunikálni egyáltalán, kész katasztrófa, nem tudnak az emberek beszélgetni. Ahol mindenki csak ugye így gyorsan megyünk, futunk, ilyen lófutásként élünk az életünket, nem élünk rá semmire. És még elképzelni, hogy mondjuk egy rendtárs, hogy dolgozik Nagyváradon, ugye házszentelések voltak, ez egy érdekes az a Nagyvárad, ugye ők, amit tudtak, lebontottak, és felépítettek szó szerint ezeket a több házakat, tehát ezek az itteni több házak, ahhoz képest ott én nem tudom, ez valami, az ember megfogja a félelemből, látja ezeket a házakat, azt mondja, hogy nálatokban is vannak, de az a lényeg. A rendtárs rájött egy érdekes dologra, hogy sokszor a család nem tud összeérni, nem tud leülni egy asztalhoz. Hát mert nincs helye, ahol összeérni, nincs asztal sokszor otthonunkban. Mert olyan kicsi az a kicsi lakás, hogy komolyan minden valamelyik sarokban leül magának, és ott fogyasztja az ebédet, hogy egyszer nem tudnak az emberek együtt élni, nem ismerik egymást. Első probléma az emberi nehézségeknek és a problémáknak az, hogy nem vagyunk őszintén. Mindig az ördög próbál szépíteni a dolgot. Nem te vagy a hibás, a más a hibás. És ennek megnézni, ha véletlenül sikos lesz az út, ha leesnek, akkor mi lesz az első mozdulata? Megnéznek jobbra és balra. Nem, hogy valaki segíte, mert nem, mert látod valaki, hogy leestem. Ha valami történik velünk, akkor nem azt szoktuk mondani, hogy én hibáztam, na most te vagy a hibás, ugye? Otthon néha próbálunk, hogy össze kicsik, hogy elméletileg gondolkozunk most, nem a férj vagy a feleség, mert anyu te vagy a hibás, nem apa te vagy a hibás. Olyan gyerek. Mindig a mással keresünk a hibást. Következő dolog, hogy az ember elfelejtette, vagy elfelejtünk azt, hogy egy napon belül ugye az ember rengeteget sokat átél, és ez például a családok révén is. Ha egy férj nem tudja megköszönni a feleségét, azt, amit tesz, azt, amit csinál, és fordítva a feleség nem tudja megköszönni, megállni a férjének, az a sok minden, amit tesz, kihűl a szeretet. Ha én nem járok a templomba, nem imádkozom, nem járok a szentségeket, egyszer tudni, mi lesz az embereknek? Egy vad társadalom. Egy vad társadalom, ahol az emberek komolyan csak azt mondják nézni, hogy mi finoman mondom, rabszolgák lettünk, az emberi akarat rabszolgák. Én látom Budapesten is. Úgyis mi is fogunk sokszor a fejünket, de kevésen jár a templomba, többen járnak a templomba, vannak azok az emberek. Aha, akkor kiderül, nem egy munkahelyen dolgozik, de meg akar élni, akkor három munkahelyen dolgozik. De most én is dolgoztam, megmondom őszintén, körülbelül 2 évig dolgoztam. Ugye egy közösségben ugyanúgy ugye én később eléptem be, ugye 91-ben léptem be a rendbe, azt jelenti 88-ban érettségiztem, úgyhogy én nyomtam korábban 86-ban, mert nekem kellett még egy pár éve dolgozni is. Érdekes volt az életem, amikor beléptem a közösségbe, az emberek közé, mikor láttam, hogy viszonyultak az emberek egymáshoz. Egyszerűen nem lehet az embereknek beszélni szép dolgokat anélkül, hogy én nem ismerjem az adott embernek az adott problémáját, mert nem is adott embernek, adott helyzetben, adott lévő, ott, ahol az ember él, mi magunk, hogy megismerjük azokat a problémákat és a nehézségeket, melyikben élünk. És ahogy tényleg elmondtam, hogy nem ezeket kell komplikálni, de megoldani kell. De ez az ember nem hajlandó. Onnan jön, hogy elviselhetetlen, sokszor nehéz, és néha olyan falakat építünk, ugye az élet falainkat, ahol
nem akarunk átengedni mi senkit sem, mert a jó Isten sem, mert valami elvesztő. A mai világ önző. Szeretünk magunkat, de borzasztóan, egyszerűen hihetetlen, hogy szeretünk saját magunkat is. Azaz önszeretet nagyon erős az emberben, hogy Istenné próbál tenni magát az ember. A francia forradalom. Oda tették egy óriási nagy agyat, és azt mondtam, hogy ez az Isten, az a mi vagyunk, hogy ez az Isten. Mikor a Napóleon idején ugye lefejezték és tönkretették az összes egyházi intézményeket, nővéreket, atyákat, ugye folyamatosan, hát virtuálok lettek belőlük. Egyetlen egy nem volt tönkretéve szobra, Páli Szent Vincének az alapító. Mert őt tiszteltek annyira, hogy szerették, hogy ő megvédte ugye a francia népet is, a szegénység és a nyomor ellen, az nagyon tisztelték. Úgyhogy a következő dolog, nem lehet úgy élni és úgy gondolkozni, hogy mi megszabjuk a törvényeket és sok minden más. Mit csinál a mai világ? Bizonytalanságba kell tartani az embereket. Én nem annyira megmondom őszintén, nem nézek híreket. Na jó, azért napra kész vagyok, hogy még háború előtt, utána meg közben vagyunk, amikor már bel kell lenni, akkor összetadni, hogy mosolyogni, vagy azért megnézem, hogy még szabad, még van háború előtt, utána vagyunk. Én szoktam, hogy nevetni önmagamban, ugye? De bizonytalanságban kell tartani az embereket. Az ember nem tudja, hogy mi történik. Mert egyszerűen valaki így mondja a dolgokat, aztán megint visszamondja, aztán megint így mondja a dolgokat, hát végül már nem tudom, hogy mi történik. Következő dolog, hogy az a bizonytalanság után, ugye, az emberek nem mondanak igazat. Végül már nem tudja az ember, hogy most hol van az igazság. És ez az emberi probléma, hogy amikor így állunk, ugye, mint hívő emberek, akkor az Istennél nincs olyan bizonytalanság. Nincs olyan, hogy nincs valaminek értelme, vagy azt, amit élünk, hogy véletlenül éljük az életünket. Az Isten tudatosan teszi jót az embernek, keresi az ember, megkeresi az ember, tanít minket is, hogy azt az Isten és az emberi kapcsolatot próbáljunk elsősorban, hogy őszintén megújítani. Volt egy tiszteletlő úr velünk családomban, hát egy magyar faluna került, és hát az ember közelették egymást. Mindig nézte a szomszéd azt, hogy milyen a káposztája, paprikája, milyen a paradicsomom, és azért haragudtak, hogy neki nagyon volt a paradicsom, neki még kisebb volt, neki az volt a baj, hogy nagy volt a káposztája, neki kicsi volt, és haragudtak egymással. És én gyerekként emlékszem rá, kijött a szószéken egy prédikát, és azt mondja, kedves testvére, mindenki takarít? Szombaton? Igen. Mindenki kisebb jelent a dvarát? Igen. Na, akkor legyen szíves, mindenki a saját udvarán seppelje ki, hogy utána megy a szomszédhoz. És az emberek így letették a fejüket. Megütötte az atya, a gondolata az egésznek a dolgát. Miért? Ha én nem, a másik embernek nem akarok jót, ne várjak tőle, hogy az a más nekem fog akarni jót tenni. Ha én nem jó szóval akarok annak a másik emberhez közeledni, akkor az a másik ember hozzám sem fog közeledni. És ez az emberi probléma a mai világon. Szétvert az emberi békét. Az ördögnek nagyon erős munkája. De akkor örül, amikor az ember úgy szétszélek mindenki a saját világon, a saját gondolkozásában. Családom erő, családom képesek. Bizonytalanság. És azért számunkra is nem mindegy. És igaza volt az atyának, hogy először ugye az a tekintély, ami valamikor volt, az, hogy valamilyen nem működik a mai világban. A tekintély az valahogy nagyon nehezen megfogalmazható, hogy senki nem akar senkit hallani. A szülők is jót akarnak a gyerekeknek, meg is mondja a gyermeknek, hogy a gyermekem ez mégis úgy kendeme fordítva csinálja. Miért? Ha az ember tanul saját hibáinkat tanul. És addig, ameddig nem hibázunk, amit talán nem tudunk teljesen megtapasztalni azt, hogy van egy emberi bölcsesség, ami életkornak megfelelő annak az ember megnyeri a saját életét.
És ezért az élet nem lehet elválasztani a hitet, a vallást az élettől, nem lehet a fordítva megint, hogy az életből kiszakítjuk a vallást, a vallástól kiszakítjuk az életet, azt kell, hogy egységesen működjön a világban. Következő dolog, kedvesek testvérek, komolyan vannak emberek, akiket szívből nem mondom, hogy nem szeretünk, mert nem muszáj, hogy nagy szeretetlenség legyen, de az is lehet. Vannak haragosaink, szoktak itt mondani néha, vagy emberek, akik inkább nem szimpatikusak nekünk, hogy fordítunk. Akkor néha komolyan kellene venni azt, hogy emberi szóval nem tudunk sok ide megváltoztatni, de egyszerűen mi kezdjük imádkozni. Ne várjuk azt, hogy ő fog imádkozni, fog közeledni, de hogy ez a mi gondolkozásunkban az Úr Jézus adja nekünk azt az erőt, hogy kezdjünk elméletbe gondolkozni, ahogy nem lehet haragba ellentétekben élni. És ezért az ember próbál megkeresni azt az egységet, amit nekünk az élet is meg akarja adni. És még egy gondolatot, ilyen, ez nagyon jó gondolat, nincs jobb a világon, mintha józan ész születik. Nincs jobb a világon, mikor józan ész születik. Néha józan paraszt észak az ember gondolkozó, és tudja, hogy mi jó és mi rossz. Van sok minden benned, és a mondatodra az Atyától származik, mert az ember, az emberi természetünkben benne van az, hogy Isten teremtett minket, Isten kezéből származunk, és az örök valóság irányába a célt nézünk a mi életünkben. Ha elveszítünk az életnek az értelmét, a célját, akkor hová megyen az ember? Hát akkor azt gondolja, hogy itt megkapjuk azt, ami nekünk fontos, szép és jó, és mégis nem ez a cél. És ez egy út. Én ahol a Krisztusról akarunk így együtt élni, vagy együtt mindig közeledni, jobban megismerni, jobban szeretni. Végül is a mi emberi hivatásunk, emberi küldetésünk, de nem csak az atyákról szól, vagy szerzetesek. A jó Isten megismerni, igazán egy jó Isten. Nem egy bosszúálló, nem egy ideges, nem egy rosszat akaró. Nem így beszélünk az Istenről, jó Isten. Ez szép ez a magyar kifejezés. Ugye, mert más nyelv, a latin is az a Deus. Más nyelv is nem használja ezt a kifejezést. Nagyon ritkán lehet valami, de mi szó szerint használjuk az, hogy jó Isten. Ez egy ugyan milyen gyönyörű szép. Ugyanúgy, mint a nagyon szép, és más nyelv nagyon ritkán található, hogy édesapá, vagy édesapá. Ha lefordítva mondunk ezeket a szavakat, nem úgy hangzanak, amikor elmondunk, hogy édesapám vagy édesapám. Érdekes, hogy ilyen gyönyörűen szépen kifejezi ezt a bizonyos szülei és gyermek közötti kapcsolatot, mennyire szép a nyelv is kifejezi a miénket. Ezért számunkra is azt jelenti, hogy a jó Isten. És azt a jó Isten úgy élünk meg, hogy a jó nem akar nekünk rosszat. A jó nem teheti rosszat. Az Isten képtelen, hogy tegyen rosszat. Amikor valaki kérdezte tőlem, hogy miért az Isten ezt megengedi, vagy miért sok minden történik. És az ember sokszor nem tud rájönni arra, hogy az a szabadság, az a legfőbb isteni tulajdonság, az Istennél ugye minden tulajdonság egyforma, nem lehet mondani egyik fölé, másik kevesen, ugye. De az Isten ez megengedi, de nem örül neki. Ez a mi érdekes dolgunk, hogy ez a szeretet, ez olyan dolog, hogy ez Istentől kaptunk, de mi úgy keressük, próbáljuk mindig, hogy magáévá tenni azt, hogy mi is akarunk boldogok lenni. Praktikus életben is mondjuk igazán egymástól néha bocsánatot kérni az ember valamit, nem mindig sikerül. De az egészben az a leglényegesebb, hogy az ember mindig látni kell, hogy lássuk az Isten, aki előttünk van. És mikor imádkozik az ember, akkor érdekes dolgokra rájön.
én sokat foglalkoztam, hogy besegítettem, most is segítek, ugye. Van egy szerzetes közösség, aminek egy nővérnek a boldog avatását örökre készíteni, még már csak a csoda hiányzik. Ugye valaki boldog legyen avatva, nagyon sokáig ugye az életét, ahogy élt, emberi, erkölcsi, aztán hitbéli dolgokat vizsgálják. De nekem egy pár gondolatot ennek a Adalbert anyának az életéből csak elmondanám. 8 évig ült a börtönben. És mikor 8 év után kiengedték a börtönből, azért ült a börtönben, mert titokban elrejtette a kolostorba egy fiatal ferences atyát, aki 1950-ben, mikor ugye a kommunista hatóság megszüntette a rendi közösségeket, ez az atya az utcán maradt. És akkor, hogy elrejtsék, akkor a nővér ugye befogadta a kolostorba, ahol a nővérek éltek, és ott szolgált nekik misézet, tartott lelki gyakorlatok, a sok minden van, ameddig nem állnak el őket. A lényeg az, hogy 8 év után, mikor kiengedték, ugye közben kapott egy komoly tüdőgyulladást, vesebetegséggel és sok minden más. Nagyon sokat szenvedett, és mikor kérdezték tőle, hogy haragszik ezekre az emberekre, és azt mondja, nem érzem haragot, nem tudok haragudni, megbocsájtottam. És ugye bele a cellában, ugye, hogy a börtöni cellában volt több ugye nő, hát voltak ugye, és voltak a sok ugye, ilyen nem hittek Istenben, és azt mesélték, hogy lehetett szó szerint látni a nővéren, ugye, aki ugyanúgy elítélve volt, pedig nem tett senkinek semmi rosszat, hogy a gondolkozásban, beszédében, emberi hozzáállásban megbocsájtott, nem tartott magában haragot. És egyszer kérdezték tőle, hogy a nővértársai, hogy milyen élet volt a börtönben, csak tetszett tudni, ez úgy működik, hogy mielőtt kiengedték volna őket a börtönből, mindenkinek alá kellett írni, hogy soha nem árulja el, nem mondja el, mi történt a börtönben. És egyszer, amikor kérdezték, akkor nem akart, annyit egy mondattal dolgokat elmondta, hogy volt sok nehézség, de voltak ott jó emberek is. Hogy amikor elítéltként ugye kapott büntetést, hogy avval akartak megbüntetni, hogy ezeket a börtöni cellákat hagytak, hogy csúroljon, ugye tél idejében a fűtés biztosan 100%-osan nem volt, ahogy súroltak volna a padlót, ugye, akkor a rendőr, aki ott figyelt rá, amikor kisúrolta az egyiket, a másikat, már látja, hogy a nővér már nem bírja, komoly egészségügyi problémája volt, akkor a rendőr jött, és a vödör, ahogy volt a folyosón, belerúgott a vödörbe, és azt mondja, na elég, megyen a cellájába. És akkor a Adalbert anya azt mondta, hogy voltak jó emberek is ott. És még egy érdekesség, ugye a cellákban, vagy ezekben elítélteknek, ugye nem volt se kápolnájuk, se szentírásuk, semmi. Nagyon harcolt érte, hogy vasárnap nem akar dolgozni, mert azért egy büntetést kapott. Írt több levelet és panaszt, ugye, hogy nincs vallási szabadság, nem lehet, nincs se szentmise, se semmi. Ugye. Bár ma a mai világban is az emberek így állnak a dolgokhoz, pedig hány gyönyörű, hogy ez termelnek gyönyörűség, ami állandó. Szerintem tudni két dologról lehet látni, hogy ennek a hívek, amit biztos van önöknek. Mikor ránéznek a terítőre, vagy az oltáron van, és akkor kinyitják a tabernákolomat. Ez a két dolog mutat, hogy a híveknek milyen hozzáállása, és az én személyes, hogy milyen a világ az oltár előtt. Többet nem kell beszélni. Ott lehet látni, hogy emberek van, akik szeretnék az Istent, vagy csak anyatett volna. Ez a két fontos dolog. És én, mikor idebe jöttem, hát először idebe, ugye itt vagyok, mikor végignéztem az egészet, ugye ez nekem egy, ez mintha mesébe jöttem volna.
teljesen egy más környezet, más világ, ugye. És ezt valahogy megmondom őszintén, mint kedves szülőknek is elmondom, ezt egyszerűen mindenkitől tanultam. Kisgyerek voltam, a nagymamám nyugodjon békében, mikor első rózsák nyíltak, és első karvirág, mikor a nagyobb elhozta a virágot, akkor a nagymama csinált egy nagy csokrot. A nagymama nagyon beteg volt, és nagyon nehezen járt, és akkor azt mondta nekem a nagymamám, hogy légy szíves, ez mind a templomban. És tetszett, hogy mire odafigyeltem? A nagymama, amikor szétszette a csokrot, akkor mindig úgy kiválogatta a legszebbet. A legszebbet. És azt mondta, tudod, hogy jó Isten, ne csak a legszebbet megmondod. Tudom, hány éves voltam, nem emlékszem, hogy 7-8 éves voltam. Már nagyon régen volt. És többször mentem úgy a virágokat, de nem egy szál virágot, nem is tudom hány, alig tudtam elvinni a virágot. Dőltem a karvirágot, nehéz, amikor nagy csapatban. És bevittem a templomba, és ott volt egy hossait a nővér, a kedves nővér, nagymamám küldi a templomnak. A nővér rátett egy külön vázába, ott volt egy gyönyörű szép kép, és oda rakta a virágot. Apróság. És mit itt nosztalgiát? Pap lettem. És te tudod, hogy még megmarad bennem? Megmarad bennem ez a gondolat, hogy Istennek csak a megszületett. És nem mondom azt, hogy gyerekkorom dobójában reverendámmal öltöztették engem, és így nőttem fel, hogy én pap leszek, hát ez nem működik. Hát nem bepójáztak a reverendámmal. Ez még van a gyerekkorom. Kedves Istenek, mit teszünk, hogy a gyereket gyerekkorom? Nagymamám nem beszélt a jó Isten, nem mond a teológiai igazságokat, sok minden nem. Egyetlen én mondom, az Isten és nem a legszebbet a dolgokat. És visszatérve a dolgát a anyához, mikor a nővérek jártak, mikor kiengedik a börtönből, és a később generális főnökület, de rendeket a főnöknek, akkor, mint itt a kórusok vannak, ugye, mindig hosszú órákon keresztül találtak, hogy mindig este egy-két órát is, de szó szerint, hogy említik a nővérek, hogy valamelyik padló, hogy az ottani templomban imádkozott, nagyon sokáig az Úr Jézushoz. Egyszerűen nagyon tevékeny volt, nagyon sokat tett, nagyon sokat törődött, még halála előtt is érdekes módon, hogy annyira szerette azt a bizonyos közösséget és az életnek az Isten, hogy már minden odaadta neki, és ott merítette mindig azt a belső erőt, szerintem nekünk is kell ugyanaz. Ha visszatérek még a gyerekkoromhoz, akkor emlékszek rá, hogy sokszor látom idősebbeket, betegeket, ugye, vagy embereket, akik már alig mentek a templomba. És én rájövök arra most, mennyire nagy szeretettel ők is közeledtek a Jóistenhez. Mai világban mennyis sokszor az atyák is ugye buzdítanak, mondanak, hát igyekeznek, ugye, igyekeznek mindannyian. Hogy próbálom mindig közelebb vinni az embereket az Istenhez, ez a mi hivatásunknak a célja. Valahol ebből ki kell szűrni azt az Istenhez való szeretetet, amit úgy meg tudunk mi is élni a saját hivatásunkba és küldetésünkbe. De elsősorban kell, hogy szeressük a jó Istent, kell az a jó szívűség is bennünk, kell az a jó akarat is bennünk, és kell, hogy legyen az a cél, ami az Isten iránt vezet. És ha minden emberi dolgot szeretetből, az Isten és az ember szeretetből tesszük, annak van egy óriási nagy cél. Akkor is, amikor az ember szenved, vagy nehézségek jönnek, és mi is azon megkérdezünk, Uram, miért ez történt? Uram, miért ez? Uram, miért ez megengedtél? Egyszerűen ezek is fontosak, hogy ne gondoljuk azt, hogy Jóisten süket nem lát, nem hall. Csak ugye mi nekünk is kell szó szerint tudni imádkozni, és kérni a Jóisten úgy, ahogy mi ezt érezzük magunkban, hát kimondani önökről a szavakra, hiszen a Jóisten nem csak a szép szavak,
szavakat elmondja az ember, de az őszinte beszédet meg kell tartani a Jóistenével. Csak a őszintességgel imádkozni. Úgyhogy ezeken a pár gondolatokkal, amit szeretem volna nekem megosztani, hogy megéri az ember életébe odaadni, és tanulni azt a szót megismerni, hogy jó Isten. Ezért a jóért, amit nagyon sokat lehet, és én saját papi szolgálatom révén a papi életemből, nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat adott nekem, amikor így emberek között, ugye az emberekkel, hogy közvetlenül az ember szolgál is él. Mondjuk az utolsó évek, egyszer a Teréz anyának a példáját olvastam. A Teréz anya, amikor ott Kalkutába szedte össze ezeket a betegeket, szerencsétleneket, ugye, akkor kérdezték tőle, hogy anya, hogy szociális munkás, vagy egészségügyi dolgozó, és azt mondja, hogy nem. Mi a szeretetnek a apostolai vagyunk. És többször hangsúlyozom, hogy szeretetnek a apostolai vagyunk. És egyszerűen az érdekesség érdekes benne. Nem engedte a nővéreket menni dolgozni, addig, amíg nem imádkoztak. És mindig hangsúlyozom, hogy nővére, aki nem fog imádkozni, képtelen lesz jó nővérként emberekhez közeledni. Nem fogja tudni abban a borzasztó nehéz körülményen, ami ott vannak, látni értelmét abban a betegben, abban a szerencsétlenben, sok mindenben, nem fog imádkozni. Nem talán értelmet ennek az egésznek. És azért hangsúlyozom, hogy először imádkozni kell, és imádkozni megkapni azt az erőt, hogy meglássa az emberbe, abban a körülménybe, hogy megtalálja azt a biztos pontot a saját életében. És mikor ugye ezeket a nehéz betegeket összeszedte, akkor mindigben emberi méltósága hozta őket, rendbe hozták ezeket az embereket, próbáltak ki emberi méltóságot visszaadni neki. Elmondom őszintén, többször, amikor az otthonban is dolgozok, amit tegnap is említettem, néha megemlékezném, hogy rám jön egy ilyen gondolat, hogy érdekes ez a szolgálat, ugye? Idős emberek között lenni, érdekes ez a dolog. És akkor megköszöntem ezt a gondolatot, hogy azok a dolgozók, akik dolgoznak, és ápolják a testet, ők megadják az emberi testnek a méltóságát. De egy pap megadja a léleknek a méltóságát. De ez egyben megy. Olyan, hogy akkor ez a nővérnek dolgozik, megtisztelje a testét, a lelkét, és megsimogatja ezt a beteget. Olyan a papi szolgálat is előkészít az embernek a lelkét. Ez a Szent Jónásnak egyelme. Hogy mi előkészítünk a lelket, hogy benne lakik az Isten. Tesznek rá érteni, hogy mitől van szó? Az ember törődik saját maga. Annyi pirulát kezdjük a testét, megesszük, hogy kész katasztrófa. Ott a rendtársunk, aki mindig úgy mosolyogva mondta, hogy légy szíves, hozzáad néli bogyóimat. Volt neki tasak, benne volt csomó, pirula, ez volt a néli bogyó. Az egész gyógyszertár. És mindig, amikor elhoztuk, neki mindig mosolyogtuk rajta. Az atya nagyon jó humora volt, van is. És az ember rájön arra, hogy nem csak a testekkel foglalkozom az ember, de a lélekkel is foglalkozom. És azért annak a léleknek is kell legyen béké, legyen nyugalom, megkapja azt a szeretetet. Hát nem volt a sokáig, de kibírják, egy irgalmas nővérrel szolgáltam, mint kispap. És most van két kispap dolgoznak szorgalmasan, előkészítik valami 30 fiatalnak fognak tartani lelkinapot, pozsonyok vagy hol. Lényeg az, hogy én is egy irgalmas nővérrel dolgoztam. Mit csináltam nővérrel? Végig ment az osztályon, és azt mondja, hogy légy szíves, gyere vele. Végig mentünk, hogy 40 betege volt. Végig mentünk az összes szobán, összes beteget. Mindegyiket köszöntött, megfogta a kezét, megsírta magát. Egyszerűen mindegyikhez szólt egy szót. Hát csodálkoztam én. Végig mentünk. Akkor kedves nővér, és most mi következik? Most át fogsz öltözködni, és megyünk dolgozni. Híha, valami csoda történt. Betegek valahogy másképpen, teljesen másképpen viselkedtek. Hát öröm volt őket törődni velük.
Mást a szolgált a másik nővérrel, aki azt mondta nekem, öltözködj el, menjünk dolgozni. Hát mentünk is. A síralmas állapotot volt szerintem, meg a betegek olyanok voltak, nyugtalanok, olyan idegesek, a furcsák voltak. És akkor már mi is rájöttünk, mikor, nem tudom, mikor váltások voltak, ugye, mondtuk a főnővérnek, hogy már legyen már csak szívesen ez a nővérhez betenni a szolgálatba, mi ebben a nővérben akarunk szolgálni, a főnővérnek, és én rájöttem két dologra. Nővénnél elkezdett valamit is az emberekkel, elsősorban megmutatta azt, hogy szereti őket. Ő szereti őket. És utána tenni a jót. Először kell szeretni, és utána lehet valamit tenni. Következő dolog, amikor befejeztük a szolgálatot, az a nővér minden este, 12 órát dolgoztunk, emlékszem, letérdelt az oltári szentség elé, a kápolnájukban, mi is ott laktunk a házban, ott imádkozott. Akkor megértette. És ezt önöknek is szeretném átadni, nem mint nagy tanulmányt. Ha az emberben nincs ez a szeretet, az egész üres. Ha az ember a szeretetet csinál dolgokat, a testnek, a lelket, ha Isten nélkül akarunk valamit tenni, nem lesz az igazi. Érthető, hogy jól az? Nem lehet szeretet nélkül élni, nem lehet dolgozni úgy, hogy nem szeretünk a dolgokat, és ha már szeretünk is a dolgokat, tegyük, hogy komolyan szívvel, lélekkel csináljuk azt, amit kell. De a Jóistentől merítsünk előtt. Én a híveknek, akik ott Budapesten Mindenesőúton vannak, van egy templomunk, és egyszerűen nagyon sötét, hogy az oltár barna, nagyon szép egyébként, rajta van Szent Gergely püspök, Szent István király, Szent László, nagyon sötét. A szemben misítő oltár sötét, nem barna, gyönyörű szép, farag, gyönyörű. A tabernákulum is nagyon szép, de abban a sötétben, és én sokszor, amikor hogy hátulról átmentem, mentem a templom, ugye a templom majd elég jó nagy, hogy nyitott, hogy minden sötét volt. Hát nem mondjam, hogy nem stimmel nekem a dolog. Akkor egyszer csináltam azt a próbát, hogy megvilágítottam a kis lámpával a tabernákulumot. És ez nem éreztettem, hogy az embernek a szükségében, vagy abban a szerencsétlen nyomorban legyen valami remény az életben. Ott van a remény. Mikor Magyarországra került a misszióba, és elkezdtem a missziózni, azt nem mondom, hogy ez egyszerű élet volt, és nagyon sok mindenen mentünk át mi is keresztül. Volt egy időszak, amikor komolyan, hogy a diákok is, ugye hiába katolikus egyetem volt, nem volt egyszerű a dolog. Napi szinten, fél órát este leütünk az oltári szentségéről, kivettünk a tabernákulumból, kitettünk az oltári szentségét, az oltár is imádkoztunk. Teljesen másképpen látunk a dolgokat. Teljesen másképpen látunk a problémákat, a nehézségeket. Ez egy orvosság, a mi problémáinkra. Az oltári szentség és a másik az új szentgyűlésnek a kegyelme. Két orvosolás, ami látunk.